Sziasztok! Aki nem szeretne kínlódni az Alfa Romeo belső idomainak a patentjaival, felfogatásaival, annak van egy ötletem. Törje le az egészet, mert feleslegesek, és akkor a helyét le lehet csiszolni, úgyhogy meg se fog látszódni, mint hogyha gyárilag nem is lett volna rajta soha. Persze előtte a helyét forrasztó pákával jelöld meg, és akkor vagy átfúrod, és ilyen kerek patenttal fogatod le, vagy pedig szép fekete csavarral átfogatod, és akkor a csavar ugye ennek a patentnak a helyébe szépen belecsavarodik, megszorul, és akkor már fogja is. Azért kell megjelölni, hogy pontosan oda menjen a csavar, ahol volt ez a patent. És akkor nem lesz kínlódás, hogy letörik, cserélni kell, hanem szépen csak kicsavarod a csavart, és akkor ennyi az egész. Igazából fekete csavar alig fog látszódni, úgyhogy tökéletes. Itt is ugyanúgy meg vannak jelölve, majd szépen lecsiszolom őket. De az az igazság, hogy ezt fogja két csavar, fogja itt két csavar. Szóval igazából nem is kell több csavar, mert ez bőven elég. A másik részét szintén fogja 8 vagy 10 csavar. Úgyhogy ezek a patentok nagyon feleslegesek. Amit a csavar fog, az bőven elég ahhoz, hogy ne is mozogjon, ne jöjjön le. Itt szintén fogja 3 kerek patent, ezt is. Szóval ide se kellenek. Ezt az elejét fogja egy csavar. Hát jó, máshol nem, már azt hiszem, hogy a végére rámegy valami gumi, vagy nem is tudom, szóval az is lefogja, de egy-két csavart ide is lehet nyugodtan rakni, úgyhogy meg van oldva. Én egyébként hátul az egyik részt már megcsináltam csavarosra, mindjárt meg is mutatom. Itt van gyárilag ezt is végig, 4 ilyen patent fogja, abból 2 letört. Két széle jó, és akkor ahol letört a patent, oda tettem fekete csavart, úgyhogy tökéletes. Ha azt nézzük, erre is mindenhol csavar van, szóval nem lesz feltűnő. És ebbe szépen belefúródik a csavar, megszorul, úgyhogy ezek tökéletesek lesznek így. Nos, le vannak csiszolva, mintha itt se lettek volna soha. Jó, hát valamennyire azért látszik a csiszolás, nyilván. Leszilikonoztam, de hát még majd le kell. De sokkal jobb. Ezeken is. Úgyhogy, na, erről beszéltem, hogy fogja 10 csavar. Ezt 10 csavar fogja, úgyhogy nagyon felesleges a patent. Vettem ilyen patentokat. Igaz, hogy feketét árultak, a szürkét küldtek. Az elég baj,
mert mindenhol fekete van. Na mindegy. Egyébként sokkal erősebb, mint a gyári. Ezt nem tudod elhajlítani. Olyan erős. A gyárit viszont el tudod hajlítani, az egy vacak hulladék anyag. Ezt nem bírod. Úgyhogy sokkal jobb. Egyébként ez is. Itt nem látszik úgy a csiszolás. És ennél meg jobban látszik. Hát attól függ, hogy van kiszáradva szerintem az anyag. Vagy nem tudom. Vagy nincs olyan. Nincs az az összetevő benne az egyikbe, mint a másikban, nincs benne annyi, vagy én nem tudom, de undorító egy műanyag ez az egész.